Emlékeznek a Hungaroton lemezkiadóra, igazgatójára, Erdős Péterre, az orosz és a bolgár lemezekre, vagy később a két kazettás magnóra? A mai fiatalok számára elképzelhetetlen az a cenzúra és kontroll, ami a 60-as, 70-es, de még a 80-as évek magyarországi zenéjére, zenei életére vonatkozott, azaz előadókra, vagy magukra a zenéket hallgatókra. Nem csak a durva papírba csomagolt bakelit emblematikus kelléke a retro korszaknak, de voltak a Kádárkornak kultikus helyei is. A Budai Ifjúsági Park volt a zenei élet központja, viszont szigorú szabályok voltak, csak megfelelő öltözetben lehetett bemenni. Ugye nem lehetett a fiúknak, nem lehetett hosszú hajjal bemenni, nem lehetett farmernadrágban bemenni, ugye? Öltöny, nyakkendő. És talán ugye a lányoknál ennyire szigorúak nem voltak a szabályok. És képzeljék el, ezt a témát ugye az országban már több fele vittem, és Óbudán volt egy előadásom, és hát ugyanígy beszéltem akkor is a Budai Ifjúsági Parkról, és az előadás végén oda jött hozzám egy hölgy, és azt mondta, hogy tudja, hogy én ki vagyok. Hát mondom, nem, de mindjárt úgyis elmondja, és akkor tudni fogom. És hát bemutatkozott, és azt mondta, hogy Rajnák Edit vagyok. Ez gondolom önöknek is mond valamit, mert ugye a Budai Ifjúsági Park első igazgatója Rajnák László volt, és Rajnák László idejében voltak ezek a szigorú szabályok, és a Rajnák Edit volt az unokahúga. És azt mondta, hogy annak örül, hogy végre egy tárgyilagos kép született a nagybátyjáról. Miért? Ugye miért kérdés ez? Ugye akkoriban az egész klubélet nagyon sokszor a KISZ-re épült, ugye az ifjúsági szervezetre, ami teljesen ugye egyértelmű. És az ifjúsági szervezet a KISZ-en belül ugye kiválasztottak ifjúsági vezetőket, ilyen volt egyébként Rajnák is. És akkor ő eredetileg gyári munkás volt Óbudán, amiben még ő kitűnt, az a birkózás volt, és akkor rábízták ezt a bizalmi feladatot, amikor 61-ben megnyitották a Budai Ifjúsági Parkot, ő lett a vezetője. Viszont ugye amennyire jó zenék voltak az ifi parkban, másrészt viszont az is volt, hogy ő ott ilyen hát kiskirályként viselkedett, ez ugye azt jelenti, hogy a büfében drágában árulták az akkor meghatározott hatóságjánál a zsíros kenyeret, meg a sört. Az az érdekes, eleinte sört sem volt, mert még Rajnák idejében sört sem lehetett inni, csak üdítőt bent. Ugye hát ezt úgy hidalták át, hogy volt, aki kint megitta a magáét, aztán ugye úgy ment be. És emiatt aztán Rajnákot leváltották az ifi park éléről, illetve ugye a belépőjegyekkel is volt visszaélés. Ez azt jelentette, hogy volt olyan, hogy egy belépőjegyet többször is eladtak, és Rajnák utána Velencei tóhoz lekerült, és fiatalon elhunyt, és ugye ez a unokahúgának nagy bánata volt. A parkban olyan rendszert bíráló együttesek léphettek fel többek között, mint az Edda vagy a P-Mobil, de természetesen más keretek közt is folyt zenei élet, például a táncdalfesztiválokon. Azok közül is a legizgalmasabb az 1968-as volt. 68-ban volt a Kádár rendszerben az egyetlen olyan esemény, amikor ugye a magyar katonák egy katonai akcióban részt vettek a csehszlovákiai bevonulásban, ugye 68. augusztus 21-én. Ennek ugye az a háttere, hogy kezdetben Kádár János támogatta ezt a reformmozgalmat, ugye az emberarcú szocializmust és Dubčeket is, ennek vezetőjét, majd aztán tett egy pálfordulást, hát úgymond muszáj volt neki, mert Brezsnyev júliusban, 68. júliusban, hát nem is volt ugye ez úgy tárgyalás, de hát megmondta, hogy be kell avatkozni Magyarországnak is tankokkal. És erre az időszakra időzítették az akkori táncdalfesztivált is, tehát pont amikor a bevonulás volt. Én interjúztam olyan katonákkal is, akik bevonultak. Ugye ebben is az volt érdekes, hogy aztán ezt el kellett hallgatni, nem beszélhettek róla, hogy ott mit éltek el. És az egyik katona azt mondta, neki az adott erőt, hogy ez volt az az év,
amikor a Táncdal Fesztiválon Kont Zsuzsának a Mi kék az ég című száma volt, és hogy amikor ott be kellett nekik vonulni, és hát ugye ő nekik ott 2 hónapot kint is kellett tölteni, tehát nem lehetett rögtön hazajönni, ez a zeneszám, ez adott erőt. Szó volt az Illésről, az Omegáról, Kovács Erzsi és Szűcs Sándor történetéről, Dobos Attila, Mari Zsuzsi disszidálásáról, hol lehetett, illetve hogy lehetette egyáltalán érvényesülni egy tehetséges magyar énekesnek. Az LGT-nek a egyik tagja, a Barta Tamás volt az, aki Amerikába emigrált. 2 évvel ezelőtt volt erről egy film, aminek ugye az volt a címe, hogy Siess haza, várom mama. Különben nagyon ajánlom, ha esetleg elcsípik, vagy esetleg néha felszokták rakni a YouTube-ra is, de aztán sajnos leveszik. Mert ugye Bartával az történt, hogy kint nemhogy zenei karriert nem tudott befutni, hanem sajnos ugye belekeveredett egy ilyen írószer bizniszbe, ami hivatalosan írószer biznisz volt, de valójában ugye ilyen kábítószeres ügyletek is voltak benne, és hát őt megölték. A film viszont abból a szempontból is nagyon-nagyon jó, hogy a anyukájának ilyen magnókazettákat küldött, mert ugye az anyukája itthon maradt, és ezekből a beszélgetésekből vannak ugye benne részletek, és hát aztán ugye ez egy igazi hát vallomás a korból, hogy mennyire nehézként karriert befutni. Voltak a kornak művész áldozatai is, mesélte dr. Tóth Eszter Zsófia, aki saját kutatásait vette alapul. Például a gitárvirtuóz Radics Béla, akit nagyon fiatalon ölt meg az alkoholbetegség. Sokan, sok fiatal művész veszett el önbosztító életformája miatt, és ezt sokszor ilyenkor a rendszer elnyomásával magyarázták, ők vagy mások. Rájuk, és a még mindig arénákat megtöltő csodálatos magyar előadókra emlékeztek a résztvevők a Senior Akadémia legutóbbi előadásán.